a jövő zenéje. A lángoló podcastje. Sziasztok! Ez itt a Jövő Zenéje Podcast harmadik évadának 20. adása. Rabárpival mai vendégünk Steigerwald volt Krisztián, generáció kutató. Tízből tíz, vagy csak kilenc ember kérdezi meg, hogy ez mit jelent? 11. 11. Hogy a generációkutató, és ez 12, aki megszokta kérdezni? És ehhez, ehhez mit kell elvégezni, vagy igen, hogy kerül az ember ebbe a pozícióba? Azt mondta, hogy ez egy komoly műsor, akkor komolyan válaszolják. Amikor megszületne, már anyám azt akart, hogy generációkutató legyek a bölcsőben, de ugye ez nem a komoly. Alapvetően elég sokan vagyunk generációkutatók Magyarországon, tehát ez nem egy olyan dolog, hogy csak én vagyok, de azon belül is azért sok mindenre specializálódott emberek vannak, mint például Guldádám, aki ugye médiakutató, de azért közben a generációkat is érinti, Székely, Levente, aki ifjúságkutató, de mellette a generációkat érinti. Én is ifjúságkutatóként kezdtem, csak uh -huh. megöregedtem, és rá, rájöttem, hogy ha lemaradok az ifjúságnál, akkor nem leszek ö, autentikus ebben a témában, és hiába próbáltam tolni, tolni a határokat, hogy meddig tart az ifjúság, egyszer, csak kinőttem belőle, és akkor elkezdtem az összes generációt megnézni. És ez egy nagyon érdekessé tette a világot, hogy nem csak a fiatalokat nézi az ember, és fiatalok problémájával foglalkozik, hanem az összes létező generációnak a történetével. És akkor egyre színesedett, egyre érdekesebb lett én kezdetben piaszkutató voltam, tehát Aha. kifejezetten business to business jellegű témával foglalkoztam, marketinggel, termékátpozícionálása, stb. stb. És azt vettem észre nagyjából három-négy év után, hogy a prezentációimon egyszerűen megszólaltak a bankárok, a közgazdászok, hogy oké, okay, oké, okay, de mit csináljak a fiammal, ha hát csak vasárnap az ebédre a messenger üzenet után jön ki. És egyre több ilyen nevelési kérdés értelen, uh -huh. és akkor elkezdtem át pozícionálni magamat, elkezdtem ezzel foglalkozni, ezt tanulni, elvégezni olyan iskolákat, ahol ilyen témákkal foglalkozunk, és akkor szépen lassan nagyon-nagyon széles körben kezdtem el foglalkozni a generációt. Ez alapvetően a szociológia, vagy kulturális antropológia, vagy pszichológia, mind nyilván. É, igen, ezek így mind. Én közgazdász végzettségű vagyok, ugye azért is voltam biznisz közelben, utána én pszichológiát tanultam, uh -huh. de mint piackutató ugye ahol én dolgoztam, ott nagyon sok szociológus volt, tehát a szociológusi lét is nagyon erősen megérintett, úgyhogy tulajdonképpen ezek így együtt akkor egy kollégáddal. De én úgy meg. olyan boldog vagyok már, ez a klasszik jövőkutató, mikor lettél meg, meg mi, az? Mi az, és miért lettél? Végre, Végre nem, jön, nem, csak vagy téged? megy. Végre nem csak téged és, és mondd már ne. meg a számokat, hogy mi lesz jövő Igen, igen, de arra vannak kész válaszaim, hogy ez az én alapbevételi forrásom, és ezért vagyok ilyen nyugi is, meg. de nem is az, hanem milyen konfokon meg ilyesmikkel szoktunk találkozni, van ennek is egy ilyen műfaja, tehát, hogy így nyilván akkor nem tudunk beszélgetni, viszont én nagyon élvezem mindig az előadásaidat. Uh, uh, nyilván föl kell javítanunk ezt kocsmázásokra is, de <laughs> és én imádom a Levit is, meg a, az Ádámot is, akiket említett kutatók, de én nekem azt tetszett az előadásaidban, hogy visszaadtad nekem a generációkutatásba betett hitemet, mert én egy időben azért nagyon rongyoltam rá erre, tehát hogy ugye mindent lehet rosszul csinálni, és azért vannak olyan népszerű elméletek, hogy ez a generációk, és akkor XYZ, és azt éreztem, hogy így a fejekben kezd átmenni kicsit ilyen-ilyen asztrologiával, ja. hogy megnézed a naptárat, Igen. és akkor De ő X ekkor vagy, született, és ő ilyen. És van háromféle ember a világon, mukmában van alfa és akkor mindenki így, látszott, hogy a szakma gyötrődik azzal, hogy miért a végén kezdtük, mert elcsesztük. Tehát, hogy ez tipikus arrogancia. És akkor te meg mégis azt mondod, hogy, hogy több is van, meg hogy többféle ember van, meg hogy ezek együtt játszása, meg hogy átsúszunk egyik generáció a másikba, és ez nekem nagyon tetszett, és az is tetszik, ahogy így próbálod átformálni gyakorlatilag a generációk közötti megértésre, uh -huh. és ez nekem nekem így tetszik. Azon gondolkodtam így, hogy hallgattalak, ugye Szerintem mi több üzleti konfont találkoztunk, mint nem, és akkor azt láttam, hogy nagyon élvezi az üzlet. Uh -huh. Hogy szerinted uh, ebből mennyit fordítanak le maguknak, Tehát, mint üzlet? Tehát azt értem, hogy a személyes életükben látszott, hogy elkapta őket. De hogy ő most hazamegy, és azt mondja, hogy figusrácok, át kéne ezt az apot írni, mert a Krisztián azt mondta, hogy hát tudod mit, és akkor mit mondott a Krisztián? Nem tudom, de olyan vicces volt. <laughs> de... Szóval, hogy Fíjjük mit gondolsz? hogy mi hasznosítja, Aha. mit csinálsz? Még kevesen. Én azt gondolom, hogy még nem fáj. Tehát, hogy sokat beszélünk erről, hogy nincs munkaerő, sokat beszélünk arról, hogy más a munkához való hozzáállása az egész globális populációnak, tehát nem csak a fiataloknak, hanem mi is másképp kezdünk el dolgozni. Más a munka magánélet egyensúlya erről nem is beszéltünk. Nem is volt ilyen kifejezés 20 évvel ezelőtt, nem is érdekelt senkit, hogy neked van e magánélet meg munka Még egyensúlya? 20 évvel ezelőtt sem. Á, de? Mert hogy száz az oké, okay, de hogy. Aha, igen. őszintén, okay. amikor most nem akarnak megbántani, de amikor fiatal voltál, azt az, nem száz évvel ezelőtt volt, nem, ezt így, és elkezdte dolgozni. Érdekelte valahely a főnöködet az, hogy neked milyen munka magánélet volt. Igen, van. nem volt soha főnököm, ez illetve egyszer egy fél évig, hát akkor de ebben, a ebben mázli, mázli van. <laughs> a de, mondjuk, de mondjuk, ha belegondolok, akkor, akkor nem, egyébként ezt sem voltam, de hogy tényleg az van, hogy amikor én általános iskolás voltam, akkor valójában mondjuk a, még az iskola is néha hat napig tartott, az el, amikor elsős voltam ig Magyarországon szüleimnek... szombaton kellett iskolába menni két hetente. Igen, és a szüleimnek pedig akkor még ugye alapvetően hatnapos volt a munka, még szombat délelőtt még volt munka, aztán utána már az már a szabad szombat az így bevezett, de először volt ez a kifejezés, hogy szabad szombat. Így van, így van. Öt és fél napos volt a munka, 7-82-ig, tehát az azt jelentette, hogy két hetente szombatonként kell menni dolgozni és iskolába járni. Nem volt ilyen, hogy munka magánélet egyensúly. ilyen 99-től dolgozom elvileg, vagy gyakorlatilag is, de az, hogy foglalkozott volna valaha valaki az én lelkiségemmel akkoriban, hogy most boldog vagy a munkahelyen. Aha. Nem voltak ilyen fogalmak. Hát ez egy munkahely. Nem azért vagy itt, hogy boldog legyél. Legyél otthon boldog a négy fal között, de nem itt a munkahelyen. És akkor e szépen lassan bevittük a lelkiséget a munkahelyre. Elkezdtek foglalkozni azzal a közgazdászok, szociológusok, hrs minden mindenfajta terület, hogy na azért a boldog munkaerő a hatékony munkaerő, uh -huh. tehát azért ezzel az alapvető menedzsment tudományok nem foglalkoztak. A monotonitás a hatékonyság alapja, legyél ott, figyelj oda, dolgozz aztán menjél haza. De ez is a pofonok miatt jött, nem? Tehát, hogy rájöttek arra, hogy tényleg különbözik egy munkaerő, meg tényleg az, hogy, hogy csak a társadalmi nézed, az kevés, és munkaerő megtartástól egy, kezdve a így és igazából rá lettek kényszerítve, és egy ideig én azt látom, hogy most tágul azért ki, még, még a húsz évet is soknak találom. Szavakban lehet, aha, hogy, aha. De hogy... Egyébként bocsánatok közül, egy tényleg, mert ahogy mondjátok, hogy, hogy az inkább ilyen 10-15 év volt, mikor elkezdtünk rácsodálkozni, és a Google-nél tudod, játszott csináltak, a, meg olyan igen. park van. Az nem 15 éve volt, André. Még annyira 15 éve volt. a, a Magyarországon annyi se talán, de hogy igen, mondjuk 15 volt az, amikor először Amerikában láttad, hogy, vagy valami sorozatban, hogy és akkor ott tényleg ott van a, a, igen, de igen. Van, hogy fogtasz hogy az elején munkai külsőségben jelenik meg, tehát azt neki reggelit, színes babzsák, a jó barátok Ugye, a kölcsönzött színekkel festett ki az irodát, és akkor hú, de korszerű vagyok, totál igen. kész vagyok magamtól, és akkor utána tettek rá, hogy a fejekben zajló folyamatok, tehát a motivációk meg ilyesmik. És az is tanuljuk, folyamatosan tanuljuk. Nyilván a multik, azok, akik hozzák a nyugat-európa-amerikai mintátot, viszonylag könnyebb ezt bevezetni. Képzeljétek el, volt, eh, ahol lakom, ott nem messze vannak építkezések. És a láttam, hogy nagyon komoly biztonsági őr lett az építkezés. ez egy családi ház, nem, nem egy nagy múlti uh -huh. épít, de egy egyéni kis vállalkozó házat, És ismerem az építés vezetőt, és megkérdeztem tőle, na mi van, miért kell ennyi biztonsági őr, ennyire lopják az anyagokat. És mondják, hogy az anyagot nem is annyira lopják, viszont egyik nap ellopták a staffot, Tehát elment a brigád ebédelni, és nem jöttek vissza, mert a szomszéd építkezés ráígért egy ezeressel többet, és soha többet nem lettek őket, és ezt csinálják a munkásokra vigyázó biztonságjól, és képzeld el, az egyéni kis vállalkozó bevezette a céges reggelit, ebédet, Délutáni kaját, hogy addig is, amíg ott vannak, ne menjenek ki, Aha. Mert aznap legalább ott van a csapat, és akkor dolgoznak. Érted? Tehát, tehát elkezd a saját ötlete alapján olyan dolgokat bevezetni, amit a multik már régóta használnak, mert rákényszeríti. Erre mondtam, azt, hogy ha fáj, akkor nagyon sok mindent bevezetünk, de még nem fáj. Tehát ez a generációs történet még nem fáj annyira, hogy az, a cégek elkezdenének ezzel mélyebben foglalkozni. Van egy-két multicég, ahol, főleg a fizikai munkások terén, ott már fáj. Uh -huh. A fehér még nem fáj én annyiban vitatkoznék veled, hogy vitatkozik, <laughs> hogy, euh, hogy szerintem már most pár, csak nem értik, hogy ezért van. Tehát, hogy Sokszor a kérdések Jogott. rosszak, és azban miért nem marad nálunk a munkaerő? Mert bakke nem érted meg a fiatal lélek, tehát vagy ad idősebbét, vagy nem játszanak együtt, vagy... Mert igen, tökre egyetértek, hogy amikor fáj megérkezik, csak az mindig már szívó rész. Amikor már fáj, és akkor csapdosol, az mindenkinek drágább, és csak erőre készül, és ezt tényleg lehet látni a jövőkutatásnak, és az egyik kőkemény változunk, akkor is a demográfia. De. Tehát marhála látod, hogy ki hogy van, és hogy nem. Én azt látom, hogy még mindig sokan csak ezeket a szavakat használják, már az is valami, de amikor meg eljut a, egy irodai megbeszélés szintjére, vagy valami, akkor hirtelen előtörnek a bevésett uh, rutinok. Igen. Érdekes, hogy ez mennyire összecseng a robotizációval, meg a gépek előretörésével. Csak ebben a podcastben is, az elmúlt hetekben is folyamatosan jön elő ez a téma, hogy az egyik oldalon azon panaszkodunk, hogy úristen, ha a gépek el fogják venni a munkánkat, mi lesz velünk, a másik oldalról meg azon panaszkodunk, de hát nincs munkaerő. És hogy olyan érdekes nekem, hogy egy csomó fejben ez így nem kötödik össze, hogy de hát igazából pont azért fontos, hogy a gépek vegyék el egyrészt ezt a munkát, mert nem nagyon van ember, aki ezt el, el akarná kokozni. végezni. Ez az egyik, a másik meg ugye pontosan az is egy érdekes helyzet, hogy a munka az egyre kevésbé a szenvedéssel, meg a rossz érzéssel kezd talán összefüggni, nem? Tehát, hogy amikor én ebbe szoktam belegondolni, hogy most már nincs olyan sok a nyugdíjkorhatárig, esetleg nekünk sem tulajdonképpen, tehát már közelebb vagyok mondjuk én is a nyugdíjkorhatárhoz, a 65 évhez, mint mondjuk a munkaerőpiacra belépés. de, eszembe se jut. Esetleg tudom képzelni, hogy miért menne az ember nyugdíjba. Hát tökre szeretem, amit csinálok. Én azt csinálni akarom, amíg a, a fizikai és szellemi képességeim engedik. De közben bele szoktam gondolni, hogy viszont az is oké, okay, hogyha valaki egy gyárban 30 évvel ezelőtt három műszakban csinált valamit, ami fizikailag is sokkal megterhelő volt, akkor evidens volt. Ó, várom a nyugdíjat. De uh -huh. hogy persze nyilván a kis mikrobuborékjában az ember viszonylag kevés ilyet ismer, de azért valószínűleg statisztikailag is egyre kevesebb olyan munka van, nem? Ami annyira szörnyen rossz, meg fizikailag igénybevő, hogy vagy ez nem igaz? Nem, nem. nem, Sok van nem még a ilyen? fizikai munkások körében azért van, azért sokkal erősebb a fájdalom mert hogy rengeteg olyan üzem van, amova bemész, és azt érzed, hogy visszamentél 1960-ba. Hát a gépek onnan származnak, a munkastílus onnan származik, a szervezeti kultúra onnan származik. <kül> az, hogy akkor lesz jó egy fiatal munkaerő, ha először betörik. Tehát ez az idők óta fennálló elképzelés, hogy be kell törni, meg kell alázni, és majd utána jobb lesz a munkaerő. Ja, a mai fiatalok nem adják magukat betörni, még a fiúk se. Tehát a fiúk is sokkal érzékenyebbek, és ez is generációs. Megérteni azt, hogy az a fajta férfi kép, ami az evolúció során az elmúlt x ezer évben jellemezte a férfiasságot, az megszűnt, és másfajta férfi archetípus alakul ki a mostani fiúknál. A külsőség, a siker egyik alapfeltétele, abba az, hogy engem megalázzon egy nálam 30 évvel idősebb szaki és betörjön, hát törje be az anyját, és be, be, kimegy az ajtón, és a többet nem látod. Tehát, Igen, pedig igaz. ezek a befogadási rituálék, a kezdőpoénok, a megaláda, ugyanúgy a katonaság nem mint a táborokban, ez egy abszolút van. Kevesen értik, vagy nem azt, kevesen értik, amit mondasz, hogy kevesen hasznosítják még, de ha neked szabad kezed, de ennek például miket csinálnál, most megkapnád egy gyárnak a vezetési <hállt> Először is kétségbe esni. <laughs> ah, Jó, hogy a fidút szokás megnézni, hogy végül is. Azért <laughs> az egy picit visszatérnék arra, mert ugye mondtad, hogy vitáznál azon nem eléggé fáj. Azt gondolom, hogy azért nem eléggé fáj, mert még itt vagyunk mi. Tehát mi a munkaalapú társadalomban szocializálódtunk, és húzzuk az igát. Tehát az X-esek, a baby boomerek, még nagyon abban vannak, hogy, hogy azon nőttek fel, hogy az alázatos munka, meg hogy odafigyelni, és mi még föntartjuk annak a képzetét, hogy a munka a szenvedés, tehát hogy, hogy uh -huh. mi még éltetjük azt a terepet. Azért nem esít, ugye? Viszont Bár. a gyerekeink nem. Tehát, hogy uh -huh. minket úgy neveltek fel, hogy legalább nekünk könnyebb legyen, de a könnyebbségben benne van a munka. Mi viszont úgy neveljük a gyerekeinket, hogy ti legalább boldogabbak legyetek, és a boldogságban már nincs benne a szenvedés. És ez egy össztársadalmi üzenet, és össztársadalmi szinten csináljuk. Viszont nagyjából ilyen 6-7 év Múlva, 2030-ban az EU-ban a munkavállalók egyharmada 55 pluszos lesz, és 55 felett olyan szinten megváltozik az emberi test hatékonysága és az emberi ö, agy hatékonysági működése, amit, hogyha nem kompenzálunk másfajta munkaerővel, uh -huh. fiatal vagy robotikával, akkor nagyon komoly visszaes is lesz. Tehát én azt gondolom, hogy ott fog nagyon fájni. Tehát most még fájdogál, most még érezzük azt, hogy szúra a tű, de megmentik a legfelsőbb vezetőket az X-esek. Kihúzzák a szarból a vállalatot ingyenes túlórával föláldozza az egészségét, fölmegy a vérnyomásra, magas koleszterin szint, cukor, de inkább csinálja, hogy, hogy megbecsüljék, mert ezt tanulta, uh -huh. de az utánunk jövők, hála a jó Istennek, nem fogják ezt csinálni. Bocsárpi, mielőtt egy gyors fogalomtárat vagy kisakost, mert én ezt sose tudom, hogy akkor melyik generáció, melyik, tehát az X, te X vagy. Az a baby boomer, aki, de nem a baby boomer, az ne. nem, én mindig a korszakra gondolnék, meg a második világháború jó, után. Jól, jól is gondolod. Elmondjátok ezt. Hat generációnk van, ugye a Rán a legidősebb az 1945 előtt született, egy uh -huh. 28-45 között, 46-64 a baby boomer, 65-79 nálam az X generáció, 80-94 az Y, 95-2009 az Z, és 2010 után az alfa, és azt gondolom, hogy 2023 a béta, de ezt még sehol nem mertem hivatalosan elmondani. Miért gondolod? Mert a mesterséges intelligencia és a chat gpt ha ezt így hagyják, és ez így innentől kezdve eszkalálódik, ez egy evolúciós változást fog okozni az emberi elmében, a memóriában, a memoriterben, az agy működésében, szerintem ez átmossa. Hány én sorsz? már értem, hogy miért kedvelek. Szóval, a, van nekünk a munka és magánélet legnevesebb forradalmi lángelméje és kutatója Magyarországon, ugye Nagyferó és a Beatrice, hogy 8 óra munka, nyomtóra, pieni, hogy, hogy ez is azért szétcsúszott. Tehát nem csak arról van szó, hogy a munkát már nem akarjuk szenvedésként megélni, hanem a munka maga különböző terekre és különböző időkre szétsültik, és most nem csak a, a nem tudom, szellemi szabadúszásról beszél, tehát nyilván egy, egy gyárban a helyhez kötöttebb, hanem amúgy is kicsit szétsúszik, és ezért is akarjuk jobbnak felfogni, mert ha már hazaviszem olyan terekbe, tehát hazaviszem az otthonomba, de közben reszketve sírok a sarokban, hogy megint megaláztak, akkor még az otthonomat is elcseszem. Tehát ez nem lehet, hogy ezek az összecsúszások miatt is próbáljuk javítani? Hát ugye ebben a Covid adott egy nagyon nagy pofont globálisan az egész társadalomnak, de a magyaroknak is. Tehát a digitális transformációról beszéltünk, te beszéltél több tíz éven keresztül, nem fájt annyira, jött egy Covid-puff, megoldotta a digitális transformációt, aztán most próbálják visszatekedni az idővas kerekét, és hogy hát ha újra vissza lehet vinni az embereket a munkahelyre, de hogy alapvetően rájöttünk mi, a mi generációnk rájött arra, meg a nálunk idősebbeket, hogy jó otthon lenni. Hogy a gyerekeink azok mozognak. Nem csak egy statikus fotón vannak az irodasztalon, hanem szuszognak, napközben, mozognak. És ugye az lett az eredmény, hogy a COVID-ba a legnagyobb arányban a 45 pluszosok mondtak fel önként. Mert hogy átírták az életükbe a gondolkodásmódukat, a munkaalkoholizmusból valami teljesen másra, és ez olyan szinten, pszichésen átmosta a társadalom gondolkodását, hogy valóban nem akarjuk rosszul érezni magunkat a munkáján. Tehát egy elkezdtünk gondolkodni, most, most tényleg. Úgy fogsz meghalni egyszer, hogy az életed java részét, mert a munkahelyen töltjük az ébrenlétünknek a java részét, hogy ott rosszul érzed magad. Hát nem volt 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás, soha. Mert hogy nem 8 órát dolgoztál, hanem 8 és felett, vagy 9 vagy 9 és felett, egy órát előtte utaztál, egy órát után utaztál, bevásároltál a gyereket, összeszedni, stb. Hát hol van a szórakozás? Persze. És jött egy COVID, ahol kaptunk egy nagyon nagy pofont arra, azzal vonatkozom, de amit eddig csináltál, <coughs> az egy tévút volt. És hogy, hogy tök jó otthon lenni, hogy tök jó a gyerekeinkkel lenni, hogy tök jó együtt lenni, és a gyerekek meg már úgy dönnek fel, hogy tényleg tök jó, és erre vannak terek, vannak lehetőségek. Más a munkaerő környezet is, tehát nagyon-nagyon megváltozott. Uh -huh. Nem tudtunk volna ilyenekről beszélgetni 20 évvel ezelőtt, ahol egyszerűen munkaerő hiány volt, vagy munkaerő túlkínálat volt, tehát hogy, hogy meg kellett alászkodnod egy munkáját, és bármennyire rossz volt, ott maradtál, meg kellett a pénz. Most meg nem maradott, mert kijön az ajtón, felmond, kijön az ajtón, és két percen belül 25-en ráugranak, hogy gyere hozzám dolgozni, sokkal több pénzért. Transzparensek a fizetések. Hát bemész egy gyors étterembe, a tálcán nem az van, hogy akciós a hamburger, hanem hogyha itt dolgozol, mennyit keresel. Kimész az utcára. Még a buszoknak a hátuljára Azt is, el, ugye. Kimész az utcára, elmegy a busz, a busz rá van írva, hogy itt dolgozol. Bemész egy hipermarketben nem az van, hogy akciós a káposzta, hanem itt jössz árufeltöltőnek, ennyit keresed. Tehát mindenhonnan az jön, hogy gyere, 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 mert kell ezt nekünk. Hogy ilyenkor nem lehet kihagyni, hogy az ember mindig, és mindegyik több, mint amennyit én keresek, de nem baj. De hogy <laughs> Sokan nem, akkor módhatnánk. nem, nem <laughs> egyébként. Arra az egyszer egy kócs, egy életkócs dologra el, meg megbeszélnünk kell, ez a sose volt főnök, mindenki több. Igen, de ez is egy tök érdekes de dolog, majd különben, egy órát, csak hogy, drága lesz. hogy amúgy a, a, a úgy a munka, mint a bevétel is, ahogy, ahogy ezek szétcsúsznak, hogy ugye egyre kevésbé jellemző az is, legalábbis egy bizonyos buborékba, de ez feltehetően azért hogy szétspriccel, hogy neked csak egyetlen egy adott helyről van egy havi bevételed, egy fizetésed, és abból kell gazdálkodni, mert, mert hogy az egy, de aztán valahogy egyre több embernek, vagy még egy kicsit ezt is csinálok, meg azt is csinálok, és akkor onnan is, akár nem is pénzben, hanem valami másfajta bevételben, van ez, de hogy amit ha mondasz valamit rá, mondj aztán majd Kérdezek is konkrétan. Ez egy tendencia is, de erről át jobban tudnám beszélni, hogy a jövő szempontjából mi a munkahely. De már most látunk a jelenben olyan tendenciákat, hogy az egy az kevés. Tehát az egy munkahely az nem jelent biztonságot, az egy oldalú lojalitást jelent. Megtapasztalták a mai fiatalok gyakorlatban, hogy a lojális szüleik a 2008-as világválság idején belebuktak abba, hogy lojálisak voltak. Megtanulták azt, hogy nem kifele kell lojálisnak lenni, nem befele vagyok lojális. És hogy nem egy munkájuk lesz, nem is biztos, hogy főállásuk lesz, Igen. hanem hogy több, több pontba fognak kapcsolódni egymással, ilyen, akár ilyen pullók alakulnak ki, hogy én felajánlom a munkámat, és akkor hétfőn én dolgozom, kedden oda dolgozom, mm. szerdán oda dolgozom. Hát teljesen jellemző, tehát ez szakértői meló. Én de nem csak akkor szakértői... de imádom. Hát nem sem csinálom. tökéletes példája ennek, hogy ugye a mi anya cégünk, könyvkiadó, és hogy például a, a könyveket tördelő, tördelő grafikusok, nyilván ez, ez nagyon sokáig egy fix olyan meló volt, hogy ide kellett jönni az irodába, és aztán amikor úgy alakult az élet, hogy váltásra került sor, akkor egyszer csak bejelentkezett nálunk az a mostani egyébként fő tördelő kollégánk, aki Pécsmán lett egy faluban lakik, ja. és kiderült, hogy neki is jó, meg nekünk is jó az, hogy ő nem csak nekünk dolgozik, hanem ő ezt a munkát három-négy kiadónak el tudja végezni, ami neki jó mert igazából izgalmasabb is, meg nem egy dologtól függ, viszont többet keres. Nekünk jó, mert viszont nem kell egy teljes főállásnyi bért és minden egyebet erre a dologra szárni, hanem pont csak annyit, amennyi munkát ő elvégez, és ugyanúgy van egy havi fix díjazás ezért, de az jóval kevesebb, mint hogy itt egy főállás. Indi. Így van. Még Még igen, ez, e... és egyre több lesz ilyen, bár, de nem? Ezt értem, és most azért, na, tehát mi ilyenek vagyunk, most ebben élünk, és nagyon sok ember ilyen, tehát most nem de akkor is vannak egyrészt helyhez kötött munkák, fizikailag terhelt munkák, tehát például pont egy szobafestőként, és most már máshogy vagy szobafestő, régebb egy izé, most lehetek ilyen jó, olyan jó, gyakorlatilag önálló vállalkozó érzik a különbséget, vagy örülsz, hogy van egy szobafestődés két, vagy te kifested, de mondjuk mondok egy édesanyám védőnő, csak itt a nyugdíjon filóztam, védőnő volt, most már nyugdíjas. Ő nem gyárban dolgozott, de neki igenis, ahogy mondjam, a társadalmi szerződés része volt, tudta, hogy ő most hogy szív. Tehát ő annyi fizut kapott, amennyit kapott, ő életében nem mozgott ki, tudta, mi a munkája, imádták a, a faluban, vagy technikailag város, vagy hogy hívják, és ő. Persze, hogy nem csak 8 órát dolgozott, még síró gyerekek föltűntek ott az udvaron akkor, de tudta, hogy lesz az, hogy akkor ő majd megpiheltek, és nyilván hatalmas válság volt, mit csináljak, mit kezdjek magammal felé, de nem, most már tökre örül. Érted, ezt akarom mondani, hogy, hogy, amit említett, van generáció, akinek igenis az a rész, hogy egy van, igen, lenyeltem, de már belepetszöltem 40 évet, esőt. tehát hogy én értem, hogy most itt jön az emi, ide engem tartsátok már be rám nézve a szerződés részét, hogy igen, és még akkor húsz évig adjatok fizúcs, utána meg hagyjatok békén. Így van, és hogy alapvetően, hogy ezek vagyunk mi meg a nálunk 10-20 évvel idősebbek. Aki, hát inkább talán ők, nem? Mert egy mondod, hogy édesanyád. Tehát azért ő nyilván kell, hogy idősebb legyen nálad egy a, a a, De hogy aki belefetszöl, tehát hogy a, a, Aha. mi vagyunk a belefetszölők. Tehát az édesanyánk korosztály, azok nagyjából hasonló korúak vagyunk, tehát a szüleink is valószínűleg hasonló korúak igen, igen, igen. Ők azért erősen bele bele ragadtak a 20. századba, Tehát Persze. ott szocializálódtak, ott alakult ki az idegrendszerük, ott alakult ki az értékeik, a mintázataik, minden egyéb dolog. Megtanulják a digitáliát, tehát ez hülyeség, azt gondolja a mai nyugdíjas, az a szokor rádión hallgatja, a kinyermát, meg lovaskocsin közlekedik. Nem, nem, ugyanúgy nem. Ott van a Facebookon. a ő... kinyermát hallgatja, de okostelefonon. Ha <laughs> van, Igen. meg kinyermát, nem tudom. Ezt én sem, ebbe belefutottunk, de hogy alapvetően Fölveszi ezeket a dolgokat, de az alapértékrendi, az alap alapattitűdje, az a 20. századból származik. Uh -huh. A mostani legfiatalabbaknak nincsen 20. századi tapasztalása, tehát ő nem tud az alapján működni, neki csak és kizárólag 21. századi tapasztalása van, ami egy rettentő gyors, egy hipergyors világba, egy hiper szenzitív világba szocializálódik, az egész idegrendszerrel, az, ez az iszonyatosan szenzitív világra jött létre, és neki az egy, az kevés lesz. A szüleink úgy nőttek föl, hogy 57-től volt egy darab TV csatorna, azt az egyet nézték, egy darab mese volt, egy darab tévéhíradó volt, egy darab minden volt, tehát számára az, hogy nyugdíjas állás fogalma, az egy totálisan természetes és elfogadható történet, Igen. mert az agya is arra állt rá, és az idegrendszer is arra állt rá, és nehezen tud ebbe váltani, hogy akkor pipa 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 ugráldozik az állások között. Tehát az, aki egy szenzitív világban nőtt fel, hát ő nem fog tudni, mert egyszerűen megunja, fizikailag megunja, kémiailag a szervezete megunja azt az egyet, és hogy a fizikai munkásoknál is igenis ki kell azt találni, hogy nem biztos, hogy csak és kizárólag együzemben fog dolgozni, vagy ha egy üzemben, vagy egy vállalatnál dolgozik, akkor változtatni kell az üzemben belüli elhelyezkedését, uh -huh. mert hogy az unalom lesz a legerősebb faktor a felmondásnak. Hú, annyi kérdésem van. Bocsi, és... csak ez jó. Jó, oh, egy gyors. Tudom, hogy most neked nehéz, mert, mert nézzétek meg majd az előadásait, Szenek itt ott már, akkor tud így beszélni, most csak belekérdezünk. De ezek ugye most egymás mellett vannak. Igen. És ugye az egyik alapvető problémánk az érték nem is válság, hanem az hogy egymás mellett van sok Igen. érték. És ilyenkor ugye az emberek ezt szemezgetni, végül is ez tetszik, jogaim vannak, felelősségem nincs. És egy ilyen világban kell egységes értékeket csinálni, és én programozzuk le egy emibe. És te nagyon figyeled a, a biológiai részt is. Tehát azt mondod, hogy milyen világban szocializálódott, milyen idegrendszerrel, milyen sebességgel. De hogy mit nézel még, tehát hogy oké, okay, megszületett ekkor. Uh -huh de biztos, hogy ennél komplexebb egy kicsit a szituálni értem, hogyha most így látok egy valahány korút, akkor te még mit kérdezné meg tőle azon kívül, hogy mikor született? Hát ugye az csak egy faktor, hogy amikor megláttad a napvilágot, akkor mi, mi, volt a földi valóság. Tehát hogy azt gondolom, hogy a működésünk körülbelül egy harmadát befolyásolja az, hogy milyen földi valósággal találkoztál, hogy akkor kazetta volt-e, vagy Spotify volt-e a, a zenehordozó. Tehát ez önmagában a leginkább a média az, amit befolyásolni hmm. tudja az idegrendszerünk változását. Ez az egyik. A másik az, hogy milyen a DNS állománya valaki. Tehát az, az, hogy hogy születsz, meg milyen DNS térképed van, milyen személyiséged van, az nagy befolyásolja, hogy tetszik, nem tetszik, belénk van kódol, vagy okosnak születünk, vagy kevésbé okosnak, hogy meddig fogsz élni, hogy barna hajad lesz, vagy szőke hajad, tehát ez mind már adottságként ott van. A harmadik pedig az, hogy honnan származol. Tehát egy ilyen, ilyen családi, transgenerációs mintázat. Hogy... Kulturális tőke. Igen, igen. Hát az sem mindegy, hogy most most egy, egy ózdi bányás családba születik valaki, egy vagy egy második kerületi bank vezér családjába születik. Tehát lehet mind a kettő z-generációs, nyilván teljesen máshol fogja a világot látni és eljutni bárhova. Mi volt a családban az értéke a munkának, a pénznek, hogy állnak hozzá ezeket a dolgokhoz, ez mind-mind lecsapodik egy személyiségbe. És He ate it. több cégnél, ahol dolgozom, és ahol ezt tényleg komolyan veszik és szóba kerül, ott sokkal inkább ezeket a humanisztikus faktorokat kezdik el nézni a toborzásba, és nem a hard mert azt meg lehet tanítani. Tehát legyen egy alap tudása, valamilyen befogadó képessége a tudásra, de hogyha most például valaki nem tud 8 órán keresztül állni, bármennyi vendéglátóipari főiskolát elvégezhetett, bármennyi nyelven beszél, nem lesz jó recepciós, mert nem tudott állni 8 órán keresztül. Vagy ha nem tud köszönni, ami szintén egy kultúra áltási tényező a köszönés, akkor ne recepciós legyen, mert neki köszönnie kellene. És ezeket kell felmérni. Az a, az elképzelés, hogy mindenki, amikor kikerül egy iskolából és bekerül egy munkahelyre, ugyanazt az értelmi szintet és ugyanazt a kulturális Adalékot hozza, ez egy 20. századi elképzelés. Tehát akkor azt hittük munkadóként, hogy aki bejön az ajtón, ugyanolyan íratlan szabályok szerint nőtt fel, és mindenki ugyanazt a dolgot nagyjából tudja, és onnantól kezdve kell majd fejleszteni. Na, ez egy hatalmas tévedés. Ez a generációknak a legnagyobb különbsége. Most a cégeknek egy transzparens keretrendszert kell kiefelállítania, és akkor fog tudni számon kérni a különböző generációktól dolgokat, de ez a transzparens keretrendszer ez nem arról szól, hogy leírod a szakmát, hanem hogyha 9-től 5-ig tart a munkaerő, akkor az, vagy munkaidő, akkor az nem azt jelenti, hogy 9 és 5 között valamikor bejövünk, és 9 és 5 között valamikor hazamegyünk, hanem hogy mit jelent. Hogy nálunk az a szokás, hogy a fiatal köszön elő. Ezeket le kell írni. Ha nem írod le, akkor belülről lehetsz mérges, de hogy cseszed le azt a munkaerőt, ha egyszer nem mondtad meg? Csak feltételezted, hogy ő ugyanazt az értéket hozza, de nem ugyanazt hozza. És ez egy hatalmas nagy paradigmaváltás a munkahelyeken, amire még egy csomó cég nem készült fel, és emiatt vannak fájtok generációk között, mert ez, amit te is mondtál, az alapértékek változtak meg, és hogyha az értékrendszerben nem közelítünk, az rombolja a hatékonyságot. De milyen érdekes, hogy elhangzott a szádból még akkor is, hogyha ez csak egy ilyen szófordulat, hogy hogy cseszed le. És hogy pont ez is egy amúgy szerintem nagyon jó dolog, hogy ahogy a gyereknevelésben, ahogy egy korábbi adásunkból is ez kiderült, az erőszak, a lecseszés, a nem tudom, az, az, az egészen kezd eltűnni, és egészen kezdenek más módszerek jönni. Én a munkahelyen is nehezen tudom elképzelni azt a fajta lecseszést, amit egyébként pedig nyilván igen, ami ő korábbi életünkből lehet tudni, hogy ilyen van, hogy a főnöknek mindig igaza ugye van ez a borzalmas gics tábla, igen. meg ilyenek, és hogy ez is erősen változik, hogy maga a lecseszés, meg, a, meg az olyan direkt utasítás, amivel nem lehet vitatkozni, leszámítva nyilván a fegyveres testületeket vagy olyan helyeket, ahol persze nem is működhet másképp a dolog, egyre kevésbé lesz jellemző, hogy ez megint csak az én buborékom? Szerintem igen, a buborékot. Tehát, hogy nem tudunk más csinálni. Ez a mintázat a több ezer évre visszamenőleg az embernek, hogy a motiválásba van lecseszés. Sőt, de de öréken... is lesz az? Nem biztos, hogy így lesz ez, de most még az átmenet generációja vagyunk mi. Tehát a, a munkadók most a mi generációnból kerülnek Aha. ki, a főnökök Aha. a mi generáció, a pedagógusok a mi generációnkból kerülnek ki, a szülők a mi generációnkból kerülnek ki. Tehát én is azt látom, hogy a, a, az elméleti irány az abba az irányba megy, hogy nem jó. A, semmilyen, se a verbális erőszak, se a fizikális erőszak a gyereknevelésben, viszont ezek az elvek egészen addig igazak, amíg meg nem születik valakinek a gyereke. És onnantól kezdve rájön, hogy a gyerek nem olvast ezt az elméletet, és hogy mindent megtesz azért, hogy téged megőrítse. Az így van, felszor. És hogyha a gyerekkori, mintázatod az, hogy ilyenkor ráhúzol a segére, mert rád is ráthúztak, az ükapádnak is ráthúztak, és a dédszép ükapádnak is ráthúztak. Bármit csinálsz, egyszer csak előjön az automatizmus, itt fejbe tudod, de a kezed elindul és odacsap. És lehet, hogy utána megbánod, és lehet, hogy elgondolkozol, és ami a legszebb az egészben, bocsánatot uh -huh. tudsz kérni. Na, ez ami az elindítja a változást. Tehát, hogy Igen. utólag észreveszed, és utólag változtatsz, és a jövő generációja már lehet, hogy nem utólag veszi észre, nem már közbe veszi észre, már korábban észreveszi, de ez egy folyamat. Persze, hát ez lépcső. a lépcső, így van, ez a lépcső, hogy, hogy a mostani szülőgeneráció, ha használ is ilyen eszközt, vagy indulatból, akkor is bocsánatot kér tehát, hogy viszont ez, ez, így van, és ez meg, ez meg valószínűleg velünk még nem annyira történt meg, nem? Nem, mert hát most, mi, most, mindig szerencsé van, engem se vertek, de hogy, így, de hogy ne, tényleg az volt, hogy tíz éves koromban nem az volt a mintázat, hogyha akár én kaptam egy segre húzást, akár bárki, akkor uh -huh. utána a szülő azzal jö, hogy aj, ne haragudj, ezt, ezt, ezt nem hát kell de biztos volna. Hát hogy a szüleitek még kaptak körmest. Lehet, hogy személy szerint nem kapott a, a, a körmest, de hogy látott olyat, aki Igen. kapott körmest. Tehát, hogy náluk az, hogy az is iskolában van fizikai ez egy tökre elfogadott dolog. Én, Én kaptam, de Székelyföld azért egy határozottabb ideg. <laughs> uh, <laughs> hát annyi, annyi annyi, minden van. Igen. De azt tudjuk, hogy milyen gyorsan változik. Csak, csak majd a média eseménynél ugye nagyon jellemző volt, és nagyon jól elő tudom hozni előadásokban azt, hogy amikor a jó barátok újra bekerült a streamingbe, akkor a fiatalok nem szerették, és azt mondták, hogy mennyire Bunkósor, de most de így de ne de. a divatszavakat használva. És akkor persze én azt mondom, hogy azért vagyunk most ilyenek, mert ez akkor lehetővé tette, hogy most itt tartsunk. Ez mondja, oké, okay, de én hol érdekel? De de most még mindig bunkó, tehát nem pont nézni. Uh -huh. Nyilván ez nekem fájt, mert hogy kívülről vágom az összesetet, hogy a, nagyon gyorsak ezek a változások. Bizony. Szerintem a bocsánatkérés, meg ezek nagyon-nagyon ezek fontosak, de ezt munkahelyen is tanítani kéne. Csak ugye megéljen, hogy mennyire fáj. Tehát én nekem nincs ilyen, mondjuk sok féle dolgozom, de nagyon sok olyan cégvezetőt ismerek, akikkel dolgozok együtt, akiknek a filozófia, hogy havonta egyszer le kell cseszni. De hát ennek eleve így naptárilag megvan. Tehát törni. még csak kise kell, mert hogy. hogy... Igen. De most mondok egy példát, én ezzel játszottam előre, hogy most jövőkutatás. kutatás. Bejön a munkahelyekre egy csomó gép, most hívjuk így, mindegy, hogy emi robot, bármi ő neki nem fáj. Tehát, hogyha úgy szocializáljuk az emiket, hogy azt mondjuk, csak egy robot és szoftver, és én töltöm a munkaidőmből 8 órát, és beszélgetek vele, azt mondom, figyú, keres ki az e-maileket. És akkor keres, és azt mondom neki, te egy pöcsfáj vagy. Ő nem fog reagálni, mert ő egy emi. Viszont ha én mindig azt mondom, hogy te egy pöcsfáj után humának is. Érted? hogy magyarul már most ezt az etikát meg kell tanulnunk, vagy megfogalman és elmélyíteni, vagy visszaesik az egész pont azért, mert elkezdünk gépeket használni belerugok az autóba de nem rugok bele a sofőrjébe de ha mindenbe belerúgok, akkor ettek na, tehát hogy Igen. nehéz ezt előrejelezni ez, ez tudatosság kell ahhoz, hogy elfogadni, hogy ez tényleg jobb tehát itt most egy cégvezető azt mondja, jó, van András, én értem, hogy izé, és a saját gyerekemet nem bántanám, de az alkalmazottakat nem bántom, de azért van fegyelem, mert néznek, fizut akarok nekik adni, így vagyunk hatékonyabbak, csináltam ezt az EDB-t. minden nap megsimogatom a buksidat, és nézd meg, 30%-a visszaesett a termelékenység. De ki a kulcsot, a tudatosság? Szerintem a tudatosság hiányzik. Tehát a mm -hmm. múltban nem kellett egy cégvezetőnek tudatosnak lenni, egy vállalatnak nem kellett tudatosnak lenni, mert hogy bármit megtehetett. Tehát olyan erőfölényben volt, a vezetőknek a, az önérdekérvényesítési eszközei megvoltak, adottak uh -huh. voltak, és azon kereteken belül ő tudott dolgozni, nem kellett leírni. Na ez változott meg hipersebességgel, és most nem tudják, hogy mi a jó isten történik, mert a korábbi önérvényesítési eszközök nem működnek új keretrendszerek még nincsenek, új szerződések még nincsenek a munkavállaló és munkaadók között, ezekbe bele kéne vinni a humán faktorokat, amiktől aztán a legtöbb cégvezető az az, 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 fél, mint a tűztől, csinálja a az azért igen. vettem fel a hárest, én ember nem foglalkozom, meg se tanítom a középvezetőimnek, miközben mondjuk megint visszatérve a kék az üzemben minden minden a sori vezetőn vagy az üzemvezetőm múlik. Tök mindegy, mit csinál a HRS, meg mit csinál a CEO. Ott a helyszínen, hogyha az én sori vezetőm bánt, akkor nem fogom jól érezni magam, hogyha haverok vagyunk, akkor még minden nap tök boldogan fogok bemenni. De hát nem lehet, hogy ezt is annyiból az élet majd talán megoldja, hogy igen, ez most egy elmeneti állapot, ahogy mondjátok, de hogy a vezetőknek egyre kevesebb a belső pszichológiai motivációja is arra, hogy mondjuk hatalmaskodjon, vagy lecseszés eszközével éljen, mert hogy az a generáció, akitől már bocsánatot kértek, hogyha bántották őket, mondjuk a szülők, abban nincs meg feltétlenül az, a, az az agresszió, kémeneti, nem tudom, dolog, hogy már pedig akkor őnek is másokkal hatalmaskodni kell, hanem őnek az a természetes, hogy én jobban szeretnék lenni nagyjából mindenkivel a munkahelyen is ez hozhat erre egy olyan megoldást, hogy igaz, hogy ez 10-20 év, meg 30, mire a pozícióba kerülnek, de hogy én most próbálok egy kicsit ilyen nagyobb ha. látószögben gondolkodni, hogy... Az, ez... az élet mindent megold, azt kérdezted, hogy nem lehet hogy az élet megoldja, de meg fogja élni az életet, csak addig, amíg meghalunk. És lesz egy olyan mm. életünk, ami nem volt jó. Faj, azt mondjuk, amit Árpi tudatosítással, odafigyeléssel. csinálunk egy olyat, amiben mi is jól érezzük magunkat. Tehát, hogy most én azt látom, hogy egy csomó középvezető szenved, egy csomó középvezető bizonytalan. A mi generációnk uh -huh. most iszonyat, a legfelsőbb vezetők is bizonytalanok. Uh -huh. tehát azért menekek egy kocshoz, meg az édivat. most mindenfajta ilyen a dolog, ami Amerikából átszivárog, mert most ez a fajta bizonytalanság, mit csináljuk? Mondd meg, hogy mit csinálják. Eddig tudtam, működött, nem működik. Ők a hülyék, nem én, de segíts, hogy ezt a sok hülyét valahogy tudjam de vezetni, pontosan. mert hogy nem működik. Mert nem azt csinálják, amit eddig csináltak, nem azt csinálják, amit kértem. Hát nagyon nehéz azért, mert ők is tehát okosak, tényleg akar valamit Persze. finálni csinálni, csak van egy nagyon egyszerű helyzet, bejön a digitális kultúra, és fölülírja az addig értékrendszereket, a tudás, vagy bármit. És a, az oktatás is, a könyvtárok is, meg mindenki kapott egy tükröt, ugye erről sokszor beszéltünk, hogy úgy, tehát én nem tanárként már csak azért nem fog figyelni, mert tanár vagyok, de hogyha az előadásom során bebizonyítom, hogy én tényleg ismerem a szakmámat, és ő belőlem ki tud nyerni valamit, figyelni fog ez, ez, a, ez egy az én nem kell bebizonyítani, hogy ő okos, ö, odafigyelő, izéte. De egy mostani sokszor például elvárják, hogy ők azért szereti meg a céget, mert mondjuk vagy az ügyjel tud azonosulni, vagy a főnökkel fölnéz rá, hogy azt mondja, hogy ő menő. És nem ilyen egyszerű, hogy na, John már lett és akkor mindenki elkezdett játékfejlesztő lenni, mert azért viszonylag, ez egy meg új, jó nő lett. Én is, az pont is egy ezt jó akarom. motiváció. Ha, abszolút, teljesen. Hát meg az ilyen tök világos, de most kell például ez. És, és ez biztos, hogy nagyon nehéz lehet az, amikor össze, hogy ez van egy tény, ez a maga alapja, hogy én vagyok a főnök, így megyek tárgyalni. És akkor utána jön Árpád tanácsadó, és azt mondja, hogy figyelj, be kéne neki bizonyítani. És ez, de miért? Ez a legrosszabb, hogyha elkezd próbálkozni, de nem tudja, hogy miért, csak akkor lesznek ezek a fraternizálások, puraságok, bukták, mondtad az előbb, és nagyon szeretem bármilyen székelyföldi viccet, és nem megbántva ebben te mondtad, hogy, hogy, a székelyföld egy határozott vidék, és te is egy olyan vidéken nőttél föl. Tehát ez egy maszkulin ellenvonás. Behozhatjuk a gender dolgokat is, tehát hogy azt gondolom, Sibán. hogy az a fajta történet, hogy mindenkinek gender érzékenynek kell lenni, ez egy, ez egy hamvába tölt dolog. Tehát amikor én megszülettem 76-ba, akkor két nem volt, akinek kukaca volt, az fiú volt, akinek nunusa, az lány volt. Tehát én máshonnan indulok pszichésen, mint az, aki 2020-ban vagy 2018-ban született, tehát ő sokkal könnyebb lesz érzékeny, mint én. De a nagypapám nem Dózsa György idején, és nem Szent István idején született, hanem 1922-ben, 101 évvel ezelőtt, 20. században. Nála úgy volt két nem a faluban, hogy voltak az emberek és az asszony és volt a gyerek és a kislány. Tehát ő honnan indult. És az egész Kultúránk honnan indul, hogy be tudjátok fejezni ezt a mondást, a pénz számolva. Igen. Az asszony verve ah, jó. És ugye ezen növünk föl, ez a történelmi kultúránk, ez a kulturális evolúciónk része. Tehát, hogy nagyon-nagyon nehéz ráállni ezekre az új gondolatokra, mert hogy mi máshonnan indulunk, és ezt, hogyha uh -huh. nem adod át a mai fiataloknak az ő nyelvén, csak számon kéred, és dühös vagy belőlről, hogy ő miért nem gondolja így, meg miért nem fogad el így, azért nem, mert ezt nem tanulta meg ő ezt nem kapta meg. Se a társadalom nem tanította meg, se az iskola nem tanította meg, se a szülő nem tanította meg. Az mondjuk nem tragédia, ha azt nem tanítja meg neki, hogy a pénz számolva azt, hogy verve jó, mondani, hogy két lányos apukaként, ugye? De én se úgy nőttem től, hogy verem a gyereket, és De akkor vagy verem az asszonyt, és akkor gazdag leszek. Tehát nem raktam így össze ezt a mondást. Megtanították, túlmentem rajta, és beleépül ez a férfi elképzelésedbe, és akkor visszatérve arra, amiről beszélünk, a vezetőség a mai napig a kelet-európai régióban, de szerintem nyugat-európában is, egy férfi típus Ha tetszik, ha nem, ez egy több ezer éves, berögzött, evolúciós viselkedési uh -huh. mód, hogy férfi attitűdöket kell felvenni, függetlenül attól, hogy te milyen típusú ember igen, vagy, igen. férfi vagy, vagy nő, férfi típusokat veszel föl, és marsi attitűd szerint kezdesz el vezetni. Na most, hogyha ebbe jön egy pofon, és bekerülnek olyan dolgok, hogy legyél humanisztikus vezető, akkor ilyen kedek szemeket néznek rá, hogy te hülye vagy. Hát mi az, hogy humanisztikus vezető? Egy vezető nem humanisztikus a vezető, az a dolga, hogy rendet tartson. Rend, fegyelem. Abban hol van az, hogy a lelkiség meg foglalkozni ezzel? És akkor ott a háres, a tyúkanyó, nők legyenek, fölveszem, majd ő foglalkozik vele. De nem erről elmentünk már be az irányból. Egy apa 2000-ig nagyjából a, a teremtésünk óta egy poroszos, hierarchikus szerepet felvevő figura volt. 2000 óta egy haverapa, egy mentorapa, egy érzelmi apa, akinek ritusai vannak, akiknek kapcsolódásai vannak a gyerekeivel. Ez egy döbbenetes nagy változás az emberiség létébe, hogy a mai gyerekek úgy nőnek föl, hogy az apjukhoz van bármilyen jellegű kapcsolódások, érzelmi, taktilis és mindenfajta egyéb kapcsolódások nem fogják megérteni a poroszos főnök szavait. De hát érti. ez akkor azt is jelenti, hogy, hogy, megint csak az van, hogy azért ezt az élet szerencsére meg... Én ugye már mindig a gyerekeimbe gondolkodom. Tehát én azt mondom, én viszonylag jól el vagyok, köszönöm szépen. Nekik is legyen jó, csak, ha csak annyira, mint nekem, akkor már azért nagy baj nincs, mert én úgy élvezem a dolgokat egyelőre. De hogy az is egy fontos dolog, nem, hogy ahogy mondod a nagyszüleinket, de az a mintázat, ami nekik volt, az előtte tényleg ezer évekig volt. Igen. És aztán itt, hirtelen itt két generáció alatt az egész egy teljesen de átfordult pont az ellenkezőjében. Tehát amikor jönnek nekem ezekkel a izékkel, így úgy, így a jövő, Marha gyorsan változunk, és aminek látjuk, csináljuk, és abszolút van vannak a mély és tudom, hogy be egy generációnak ilyen mély kódja van, és nyilván, ha manipulálni akarom, félelmet akarok ébreszteni benne, vagy el akarok neki árni tárgyat, ha mély megyek rá, és ő nem is tudja Igen. miért, de egyetért Igen. velem. Tehát azt mondom, hogy na, figyelj itt, hogy valami rossz fog történni, berezonál egy mély kóddal, és nem tehetek róla. Ez ki lehet jóra rossz használni, de az a tény, hogy tényleg tudunk gyorsan váltani, és hogy akarjuk is. Tehát, hogy mindig a negatívumot látjuk, mert így vagyunk kódolva, vagy a veszélyt vegyük észre, a tigris a dzsungelben, a a az mm. de, de ha megnézitek, 8 milliárd ember felé megy, hogy amúgy tök jó lenne, kedvelnénk egymást, meg, mert például ez nagyon újszerű gondolat, hogy azt szeretnéd, hogy a két kislányod boldog legyen, tehát, hogy ezek itt tök jó dolg. Na ez az ala, én is optimista vagyok, tehát, hogy ha, ha bárki látta az, el, de az mert én mindig optimista kicsengésűre próbálom vinni, ennek ellen mindenki és mindenki megijed. de hogy... De nem a... kell, erről szól az a podcast, Igen. hogy nem kell. Nem kell, de ez, a, ez meg a pszichés védekezésünk, tehát ez a túlélés alapja Persze. a félelem. A gyorsaság kell ahhoz, hogy ezt meg tudjuk oldani, Ez agyunk duális, tehát hogyha ahhoz tudsz, akkor tudod megérteni, hogy mi a jó neked, ha mind a két oldalát látod. Most voltunk a ló egyik oldalán több ezer évig, most átestünk a ló másik oldalára, de ha ez marha gyorsan megy, akkor megtapasztaljuk mind a kettőt, és rá tudunk ülni a lóra. De Aha. csak akkor tudsz leülni a lóra, ha mind a kettőt tapasztaltad. Igen. Ha most ez ha most túl meg. Igen, ha most ezer évig megint a ló túl oldalán lennénk, a jövő generáció nem tudná, hogy ez mi, át kéne esni megint a ló másik Aha. oldalára, és oda visszaesegetnénk. De ha ez tényleg ilyen gyorsan meg fog történni, hogy az Árpi mondja, mi vagyunk az, az a szendvics, aki látta ezt is, látta azt is, és föl tudjuk őket rakni a lóra. Mi nem hogy rajta leszünk, de a gyerekeinket rá tudjuk lakni. Rajta Ez milyen jó gondolat. Annyiszor mondtátok, de talán Krisztiánok, hogy a, az idegrendszeri változások van egyébként ennek biológiai, fizikai mérése látható jele is? Persze. Másképpen van összehúzalozva akár? És amilyen a, a kis tud változni? Mert én azt gondolnám, hogy az idegrendszer az olyan, ami ugyanúgy, mint a nem a karcsontod, az kialakul, aztán az az. És nem? Hát az agy egy nagyon rugalmas szerv. Tehát az agyról nagyjából 10-15 éve tudják az agykutatók, de ezt inkább egy agykutató mondja majd el, hogy annyira rugalmas, hogy akár percenként is meg tud változni. Kapsz egy új információt, és áthuzalozza magát de az alapértékek azok, hogy ami a te földi valóságod, az a generációs origód, az a születésed időszakra, és ahhoz fogod hasonlítani a dolgokat, de hogyha valaki 30 évvel később születik, annak a generációs origója máshol van, és a fogja hasonlítani. Tehát ez a, ez a különbség, de alapvetően az, hogy a, az agyunk változik, az tény. Az internet megjelenésével gerontológiai kutatások kimutatták, tehát az öregekkel foglalkoznak, hogy azok a 70 évesek, akik sokat interneteztek az elmúlt 10 évben, nekik is megváltozott az agyi működésük. Például megerősödött a rövid távú memóriájuk. Tehát az egész 20. század a hosszú távú memória erősítését fejlesztette, aztán pikpak hirtelen megerősödött a rövid távú memóriájuk. Tehát mi is változott. Nagyon bólog a Igen, mert, mert tényleg, és ez, ez tök jó, hogy így hozod, mert hogy csomószor az emberek csak egy iparágra vagy egy tudományágra fókuszálnak, és akkor, hogy mondjuk a kor, de igen, a BIOS benne van, egy Google kereső, és más hadi területeket aktivál, mint egy hagyományos köntári keresés. És nem is arról van szó, hogy melyik pöttyöt, ugye itt a neokortexnek nem mozog, hanem az egésznek az internet, ugye úgy működik az emberi, de ezt majd egyszer csinálunk egy adást, ezt szoktuk mondani ilyenkor, András. de egy de, az emberi adról szerintem mindenképpen érdemes tenni. Hanem a, a, tempója, a saját ritmusod, amikor még jól érzed magad is. Ugye van itt még egy tényező, és ezt szoktad említeni az előadásaidban, és szeretem, hogy Körben megvan nekünk egy megnyúlt élettartam. Tehát, hogy nem, nem de mindegy, aztán, hogy az életem végéig egy helyen dolgozok, hogy az most 80 év, vagy 110 év, vagy 10. Igen, Igen. És ezt is valahogy kezelni kell, hogy... Hát ez abszolút befolyásolja azt, hogy hogy állsz a világhoz. Tehát, hogy a mi generációnk még úgy volt gyerek, ugye ez a mágikus első hét év, hogy mit tapasztalt az első hét évben, ezért nincs generációs doboz, tehát, hogy hiába születtél, mondjuk egy 76-osként X-es, vagyok, de négy évet éltem X-es és 3-at y -ba. Tehát az első 7 év, uh -huh. ami befolyásol mindent, Vekedi szerint 12 év, tehát a kiskalmas korig, amíg a racionális idegrendszer nem alakul ki, addig addig a külső dolgok azok, amik mindent meghatároznak. Uh -huh. Az első 7 évben, amit tapasztal, neked az lesz a földi valóság. Itt generációk nőttek úgy fel, hogy a nagyszüleik 55 évesen nyugdíjba mentek. 90-es évek. 92-93-ig Magyarországon 55 év volt a női nyugdíjkorhatás, és 58 és 60 a férfi. Tehát én úgy voltam gyerek, úgy nőttem meg, hogy 55 évesen öreg leszek. És most át kell húzaloznom az agyamat, mert hogy azt gondolom, hogy 65 éves koromig leszek nyugdíjas, pedig dehogy, hanem inkább 75 éves korunkig leszek no, nyugdíjas. Ez a bizmárki rendszer, amit 1800-as években, ez hogy működ, de 2020 valahányban, hát ez mindenki tudja, hogy ez, egy, ez, ez, egyszer csak össze fog roppanni, és nem fog működni. Tehát, hogy, de hogy át kell húzalozni magam. Igen, de hogy ebben Ugye megint csak az a jó hírre a közbevetésére elnézést, hogy legalábbis már egyre nagyobb szelete a társadalomnak, aki nem is akar nyugdíjba menni, mert hogy nem szar a van. igazad van, csak mi úgy szocializálódtunk, hogy 55 éves az öregségi nyugdíjhoz. hogy 55 évesen öregek Igen. vagyunk. Holott? Hát és az agyad az befolyásolja az idegrendszeredet, befolyásolja a fizikai tested állapotát, az agyad működését, stb. stb. A gyerekeink meg ma azt látják, hogy nincs felső határa a fizikai aktivitásnak, tehát ő már úgy építi föl magát, úgy építi föl az egész Aha. rendszerét, úgy akar elkezdeni dolgozni, úgy gondolkodik a munkával, hogy az lehet, hogy 75-80. De mi nem, mi nem így vagyunk összerakva. Uh -huh. Tehát most gondold el azt, hogy mit beszélgettünk. Tök jó dolgokra beszélgettünk, akkor a, a homlok lebenyedett, tornáztatod, és akkor uh -huh. az agyad az jól fog dolgozni. De mondjuk azok a kék galérosok, akik úgy nőttek fel, hogy 55 éves korukban már legszívesebben kedden kapirgálnak, meg maskát simogatnak, még 20 évig utat kell építeni. Tehát ez a társadalom dolga, a munkadó dolga, uh -huh. hogy olyan olyan ergonomikus rendszereket építsen be a fizikai munkások életébe, ami fölerősíti a testet, Aha. ami karbantartja a testet, ha tetszik, hanem lehet, hogy masszöröket kell alkalmazni, Aha. egy csomó olyan dolgot, hogy öregszik a társadalom, öregszik a fizikai munkásoknak az átlagos életkora. Igen. Van jön a robot. És igen, mert hogy ezt akartam kérdezni, ez az egész gyáros világ, hogy Tudom, buborék, de hogy itt, ahol mi vagyunk, dél 11. kerület, az én gyerekkoromban ez egy félig meddig rosdaövezet volt, vagy gyárövezet, vagy hogy szokás mm. ezt mondani, mert hogy tényleg itt a Fehérvári úton végig már itt, itt ahol a, a, az allé az ugye még akkor a skála volt, meg piac, de hogy gyakorlatilag volt két háztömb, és onnantól fogva elkezdődtek a gyárak, a BHG, meg a nem tudom, a, akármi. Most én nem úgy érzékelem ezt, hogy ezek a gyárak, ezek még mind amúgy meglenének, csak fizikailag költöztek innen kifelé, hanem éppen a múltkor beszélgettünk országjárás közben valakivel arról, hogy hát így, így vadászni kell az én tudatomban, hogy igen, Gödön van egy Samsung gyár, az biztos még három műszakos, meg Dunajvárosban hán kukarról hallunk, és hogy így, ha nagyon-nagyon ha ügyes lennék, akkor mondjuk tizet az én agyamba össze tudnék szedni, ahol feltehetően még ez a három de. műszakos, nem tudom, én most kapásból eddig neked egy százat. Igen, tehát akkor ez csak, Igen, mondom, hogy csak az, hogy csak az, fizikailag eltűnt, de még pont ugyanúgy van, és lesz is, vagy félek, meddig félek, lesz ez? hogy ez így van. Tehát Igen, pont Magyarországon a, a gyáripar, amúgy is pontos, és hál' Istennek, hogy van, mert csomó ember nem tud más dolgozni, nem azért, mert ezt kívánom nekik, mások is a rendszerek. Tehát azért most már egy családi házban is tud 12 Igen. nő alaplapokat forrasztani, három ezért nem Aha. is tudod, hogy ott mi történik. De mondjuk azt pont nem kell három műszakban, nem? Tehát, nem hogy ott... Az élelmiszeriparban folyamatosan három műszakban. Na, Jó, az igaz, az az igaz, az igaz, Sőt, hát a számon is kérjük, ugye, amikor a, a klasszik, nem? Mikor éjszaka mész való és látod, hogy egyébként árut feltöltenek a lidl és akkor de miért nincs ez nyitva? Hát úgyis ott van az emberben, Úgy. akkor miért nem mehetek be ja. Hát meg, jaj, sajnálom magam, dekorán kertem, bár én pont korai vagyok, apris pogácsa legyen. De, 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 de valaki azt tudja. Uh -huh ezt azért árazza is a piac. Az is látszik, hogy ezek így úgy reagál a piac, hogy ezeket azért egyre nagyobbra becsüljük. Tehát eddig pénzben megjelenik, ami ugye most a gazdasági hatásokról ne is beszéljünk, ez az egyik. A másik, hogy nem mindegy, hogy mit tudsz neki még ígérni. Tehát, hogyha azt mondod valakinek, hogy figyelj, te 40 éven keresztül éjjel három fogsz kelni, stb. Már egy másik példa van, egyik a kedves ismerős, aki pékségesek, de ők, ők, azok, akik ugye szellemi szabadúszok voltak sokáig, elérszen 40 körülük, csak akkor valamit akar csinálni fizikai. Tehát, hogy, hogy eddig Nem. az volt, hogy gépen pötyögtem, és akkor szoktak menni sört készíteni, borásznak, kapának itt, ott ők pékséget csináltak. És persze, már, már menem az alap vizes túrós hanem ilyen extra, szuper, hype, van weblapjuk, tök szexik, amúgy itt ott már nagyon gazdagok is, de azon kapták magukat, hogy éjjel három kokelnek, és csinálják, és a saját kezük van benne, de imádják. Tehát, hogy ők választották ezt, szerintem az a nagy különbség, hogy szakaszonként kell felfogni az életet, és azon most azt választom, hogy pék vagyok egy darabig, és ezzel keresek sokat. És is öt év múlva lehet, hogy emi programozó leszek, mert, mert miért ne lehetnék. Nekem az tökre tetszik egy csomó új munkában, mindig mondják, hogy új munkák lesznek, de ha megnézed, hogy új munkák javar része pont időseknek való munka. És ez tök jó. Igen? Hát olyan értem, hogy miért, mély, miért ne lehetne programozó 65 évesen? Emi programozó azt tud lenni, akinek nem van cipelni, élettapasztalat. Nem kell meg tudod, azt, amit meg, épp élettapasztalatod van, azt be tudod vinni egy rendszerbe. És csak meg kell változtatni a szavakat. Most azt mondom, hogy idősnek, hogy emi programozó legyen, azt mondom, hogy nem szeretem a számítógépet, nem is értek hozzá. hogy szóval az van, van egy élettapasztalatod, és meséld de hogy te hogy méhészkedtél, és én majd csinálok belőle egy méhész elméd, de nekem nincs élettapasztalatom. Egy csomó fejlesztés oh, azért akad meg, mert élettapasztalat nélkül de jó. Még optimistább lettem. Tehát, de, 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 mert hogy de, pont, pont annak, egyébként az adás előtt beszélgettünk erről. hogy Olvastam tegnap este két hosszú cikket is, ami nagyon pessimista, pont erről, hogy és aztán jön az általános mesterséges intelligencia, aztán a szuperintelligencia, és hogy ez az emberiség végét jelenti. És pont erről a tapasztalat dologról volt szó, hogy jaj, majd semmit nem fog érni az emberi tapasztalat, mert hogy, mert, hogy igazából a gép az úgyis majd mindent helyettünk. De hogy, na, hát ilyen közegben, meg ilyen hallgatóságban, ami nektek van, ez nyugodtan lehet mondani, a pessimizmus az egy marketing eszköz. Az egy like oh. eszköz. Hát a marketing az világében abból élt, hogy félelmet gerjesztesz. A félsz hogy kiesik a fogad, mossál fogad ezzel a fokrémmel. A félsz hogy időskorodat bepisíl, szedd ezt a gyógyszert. Ha nem kellett magad a, a krémet, csúnya lesz. Ér. Nem akarok csúnya lenni, megveszem. Hát, ha azt akarom, hogy kattintsanak a cikkeimre, akkor persze hogy uh -huh. a cikkeket írok, és telepakolom félelem az embereket. Azzal együtt is, hogy egyébként pont azon gondolkodtunk, hogy ennek a ciknek a szerzőit még akár meg is lehet majd ide hívni, mert hogy ők általában is valószínűleg pszichésen is meg vannak győződve arról, hogy hogy ettől tényleg nagyon félni kell, és nyilván van is igazuk, tehát, hogy nyilván az azt se lehet mondani, hogy teljesen bárgyú módon nem eszköz, kell foglalkozni hát, semmivel, de, az a igen. munkád, hogy ez az eszköz, hát most kiítéli meg, hogy ez most jó vagy nem jó, vagy akkor bántsuk, hát most nem az a dolga, hogy nem egy szociológus, hogy akkor fölépítse a társadalomnak a jólétét neki, az a dolga, hogy azt a terméket eladja. Ez nincs az nincs az marketinges kérdés, azt gondolom, hogy nem rossz, vagy jó, csak más. Igen. Nem az a probléma, nem az, hogy most van egy ideológia, képviselünk, vagy sem. Ami Engem, az, az, engem például sohasem szokott zavarni, ha valahogy máshogy gondolkodik valami valakiről, amiről én máshogy. Tehát az tök oké, okay. sőt, én magamban szerintem többet kételkedek, mint mások. Igen, igen. Igen. tehát ez nem is tartanom magam tudósnak. Ami engem zavar, amikor észre se veszi, hogy nincs választása, lehetne választása, de rossz kérdéseket tesz, vagy sem. És picit visszatérő a kutatásait az, hogy, hogyha rossz kérdéseket teszünk föl, és mondjuk csak bérről beszélünk, és nem értjük meg mindazt, amit az elmúlt egy órában beszéltünk, akkor nem fog jó választ születni. Az, az eminél is, én értem, tudom, hogy, hogy de valaki tudja a kockázatot, én vagyok, de az előnyeit is, de azt tudom, hogy ha jó kérdéseket teszünk föl, akkor jó emik lesznek, és lesznek rossz emik, jó emik, Ha abba bízunk, hogy több jó emi van. Több kér bocsánatot a gyerekétől megütő, mint aki nem. Ez ebbe bizakodsz. Csak az, hogy az időseknek a megérteni azt, hogy az élhető idős lét, ugye eleve ez a kifejezés sem volt régebb, mikor bejött, akkor még, akkor még azt mondtuk, hogy hát, hát ez egy olyan két év. De nem, most beszélek mondjuk egy 40 éves távról, amikor én az élhető idős lét alatt, igen, azt értem, hogy élhető idős lét. Mit, mit tegyek? Robotláb, stb. Nem uh -huh. akar kerepe. De ez a megértés, amit te nyújtasz, hogy, hogy igen, vagy bármilyen generáció, de utána átmozogsz egy másik generáció értékelőszerébe, de te onnan jöttél, és akkor tehát egy örök a konfliktus, uh -huh. jól értem? Tehát, hogy ez nem az, hogy egyszer vívjuk meg ezt a csatát. Igen, csak ez nem generáció, hanem az életkori. Ugye ez két különböző dolog, az életkor és a generáció, és ez hmm. nagyon sokszor elrontják a, a, még a szakma is. Ugye hát most mondtad a jó kérdést feltenni, tehát hogy nagyon sokszor látok olyan kutatást, amit ráhúznak egy z-generációra, de valójában egy életkori kutatás volt, éppen most mennyi pénzt akar keresni. Hát ennek semmi köze az z-generációhoz, hát nincs olyan élettapasztalata, hogy tudna, hogy mit jelent a pénz. És nem azért Ilyen merzés, hanem azért ilyen, mert 18 éves. Tehát, hogy majd 28 évesen zésként nem ezt fogja mondani, meg 38 ja, de évesen. Jó, hogy érdekes. Tehát, sem. akkor ez gyorsan, hogy próbáljam értelmezni, hogy külön kell választani azt, hogy hogy valaki hány éves, és hiába esik ez egyben, a, egyben azzal, hogy mikor született, de a generáció lényege az, hogy milyen hatások érték a abban az éléngyigényben. Élet... Az életkor az meg egy teljesen másik dolog. Igen, tehát hogy... És az életkor miatt folyunk egymásra. Ez a bezeg az én időmben, ez amióta ember van a Földön, ez volt. És amíg egy darab ember lesz az életben, addig lesz de ennek semmi köze a generációhoz. Én 76-ban születtem, amikor megszülettem, kifejezetten fiatal voltam, akkor is X-es voltam, most már régóta vagyok fiatal, most is X-es vagyok, 40 év múlva még szintén X-es leszek, de nem fogok jól kinézni. Te tehát, hogy nincs köze az no, életkor. Na, no, na, no, na, no, na. No, no. lesznek rémek, amiket majd nyilvok, nyilvok. Csak az no, már most is kezdtem. Kezdtem. el is kezdtem kögni. Most azért csartam egy kicsit, mert ez, ez én, nekem azért ez volt az első találkozás, mint csak te nem tudtad, de valami konfronizé, téblájában elég sokat töltök ki a helyeken, bár már nem mert abba hagytam, elmúlt. Ö, és akkor beléptem, és pont ilyen lángoló szemekkel, pont ezt mondta több száz ember. Az életkor és a generáció nem ugyanaz. hanem hogy, hű, mi a baj? <laughs> mi történt? Mi a baj, de, az ember. Úgy, az de, de én ezt most történt. azt hiszem, hogy megértettem. Hagyj csak ki még egy ajtót így a végére. Mondod, amíg egy ember is van a Földön, és az adás elején megmondod, ami nagyon izgalmas, hogy valahogy ez a 2023-as év, vagy valahol itt most ezekben az években egy, egy, egy nem csak paradigmaváltás, hanem a mesterséges intelligencia megjelenésével mi is szoktuk ezt néha boncolgatni, hogy majd utólag, amikor a korszakhatárokat kijelölik a történészek, szociológusok, akkor valahol lehet, hogy most lesz az a pont, amikor a homo sapiens sapiens helyett valami Én. más kezdődik. Erről egy kicsit a te gondolataidat elmondod. Én azt gondolom, hogy nem is az elmúlt évek, hanem ez az, az idei év. Tehát 2023. januárjában senki nem tudta, mi az a chat GPT. Most meg olyan szinten benne van a közoktatásban, azt gondolom nem a mi világunkban, tehát hogy, hogy lehet, hogy a tietekben igen, de, de hogy a hozzánk, még. hozzánk de. hasonló emberek, azért mondom, RPA-ban biztos, hogy ott, ott, kell, hogy legyen, tehát hogy szomorú is lenne, ha nem lenne ott, meg bárkinek, aki ebben foglalkozik, Meskó az életében biztos, hogy benne van a, a... Jaj, a sikerkönyvnek a mm. szerzőjét akartam gyorsan mondani, a Barabásinak az élet ugye ő mm -hmm. tette a kollégáinak, hogy használják, de hát ők arra használják, ami, de Best. ugyanakkor a, a szülőknek, a pedagógusoknak az életében nagyon nincsen benne. Viszont az elmúlt három-négy hónapban a diákoknak az életében borzalmas szinten belekerült, és olyan szinten átalakítja a tudáshoz való hozzáállás, a tudás, mint érték, a lexikális tudás, mint érték, hát amire az egész lineáris gondolkodásunk épült az elmúlt 5000 évben, a tudomány, a zene, a művészet, minden a lineáris gondolkodásra épült, hát az mind szembe megy a chatgpt nek a gondolkodásával. És az ővékét nem biztos, hogy mondjuk egy mostani egyetemista, aki 21 éves, nem biztos, hogy teljes mértékben átalakítja, de ha valaki ebbe a rendszerbe születik bele, és ebbe a rendszerbe fog felnőni, az ő memóriája, mint szükséges agyi tevékenység, az uh -huh. meg fog kérdezni. Hát mi az Istennek kell memória, miért kéne memori miért kéne megjelenni, hogy 1222 aranybulla, meg stb. 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 mert nincs értéke. Érted? És ez olyan szintű, szinten megváltoztathatja a Homo sapiens, sapiens valójában, ahhoz képest, amit az elmúlt x ezer évben, uh -huh. sőt az elmúlt 240 ezer évben, amióta Kelet-Afrikában találtak bármilyen jellegű emberi, ugye a modern ember előtti uh -huh. dolgokat. Hát hogy. Teljesen szemben. Ez legyen. mennyire izgalmas? E? És most meg nem tanulni akar, hanem Igen. azt a marhad nagy tömegű információt fölhasználni valamire. És akkor ezek szerint ez fizikailag az agyat úgy meg tudja változtatni, vagy vagy egy más típusú hát agyat fog, ami fizikailag is mérhető. Hát mert hogy ugye mi mindig arról szoktunk, nem én szoktam erről beszélni, Árpi, meg ehhez ért is velem szemben, hogy majd ez a Homo sapiens sapiensből valami más, ez ugye az ilyen hárári nyomán, majd vagy a géntechnológiai tökéletesítés, vagy a Kiborg lét, amikor uh -huh. meg a mesterséges eszközök épülnek bele az emberbe, de ez sose jutott volna eszembe, holott tök logikus, hogy ez magától is ez a folyamat el tud úgy indulni az evolúció révén, hogy nem az ember nyúl bele saját magába a géntechnológiát, hanem egyszerűen megváltozik az agya, ami aztán nyilván esetleg más fizikai tulajdonságaira is valamennyire majd hatással lesz. Hát a legfőbb misszióm és a legfőbb lángoló szemem, amit <laughs> Árpi előbb mondott, az akkor van, amikor szülőknek magyarázom, hogy mit okoz, hogyha szoptatás közben az anyuka csetel. Tehát az egy olyan szintű pszichés átmosása a gyereknek, hogy mit jelent a digitális eszköz, amit a te duális agyad, aki a televízió, uh -huh. meg Júnosztyon nőttél fel, fel se fogod, hogy mit csinálunk a gyerekkel abban az intim pillanatban, ami a születésének az első néhány napja, néhány hete. Aha. És megkérdezik a szülők, hogy Krisztián szakember úr, mondja meg, mikor adjunk a gyerek kezébe kütyüt. Tök mindegy. Ha szoptatás közben csetelsz, tök mindegy ha az a kérdés, hogy mikor akarod megmutatni a gyerekednek, hogy te digitálisan függő vagy, mert a gyerek mintázatokból tanul, uh -huh. azt látja, hogy anyu, apu, az iskola, az óvónő, a egész társadalom ezt csinálja, tök mindegy. Mi megtanultuk, ő nem megtanulja, nem az élet első hét évében a teljesen természetes, normális dolog, hogy ő be van digitalizálva. Uh -huh. Igen. Hát nehéz a kismamát látni, a kép nem fonál. Uh, úgy tolja a babakocsit, mert Nincs ő nem ott itt Hát és semmi. ő ennyit lát, ugye, anya. Anya ilyen. Igen. De hát egyszerűen az van, nem, hogy, hogy ahogy mondod, hogy de úgy fogja az anyukákat, a... bántsuk, bocsánat, az apukák is, tehát persze, hogy az apa is van. Az információt, hogy nem, nem, tudsz már, tehát, hogy igazából az, hogy te csak egy dolgot csinálsz, tolsz egy babakocsit, az egyszerűen kevés, tehát, az ez egy kevés. kell, már ez nekünk is, tehát, hogy... Nem hát ezek trendek, mondtam, ez egy tanulási De közben én meg mindig én. mondom erre a jó hírt, hogy igen, de én mondjuk a sajátjaimon is azt látom, hogy a kreativitásukat, ez a fizikai értelemben vett kreativitásukat nem, hogy nem öli ki, hanem egyszerűen ad ehhez is egy impulzust, aztán azzal mi szülők ugye szívunk, amikor mint tegnap este a gyerek mindenáron palacsintát akar kilenc évesen csinálni, mert azt látta valamelyik sorcban, és az, azért az a mennyiségű takarítás, amikor egy fél kilós porcukor az a konyhában levő szőnyegre így kidurran, az nyilván nem olyan egyszerű, de hogy közben mégis az van, hogy ezeket a dolgokat meg akarják csinálni, tehát hogy nem elégszenek meg azzal azért a felfedező, kísérletező gyerekek, hogy csak nézik, hanem azt át akarják a gyakorlatba is ültetni ezt a tapasztalatot, és ez viszont tök jó, mert én nem kell félni. Ez nem erről szól, tehát hogy a gyereknek attól még, mert hogy digitális, attól még a biológiai szakaszai megtörténnek. Tehát három éves korban kezd el a gyerek segíteni, akarni. Most ha digitális, akkor majd digitális térben akar segíteni, ha offline, akkor majd benyúl a sütőbe, és kiveszi a 500 fokos kacsát, és leégeti a kezét. Tehát, hogy tök mindegy, miben nyilvánul meg, meg fog nyilvánulni. A te dolgod szülőként, hogyha megmutatod, hogy nem csak digitális, cumi van, hanem van offline világ is. Csak azt meg kell mutatni uh -huh. térbe, és időbe be kell vinni ha nem tudjuk tér, térben, időben kezelni, mi felnőttek a digitális eszközöket a gyerekeink előtt, ők már abban a világban jönnek hogy számukra a digitális eszköz az non-stop. Ugyanaz, mint a szívverés. Sosem áll le. A szülő dolga azt mondani, a nap végén, este hatkor, gyerekem, apa, anya leteszi a mobilt. És már tol vége. Akkor tanulja meg két-három éves gyerek, hogy a digitális térnek van vége és van eleje. Különben nem tudja megtanulni. Akkor ez egy konklúzió családi szinten, vállalati, munkavállalói, munkaadói szinten. Van konklúzió azon túl, hogy legyen rugalmas, és próbálja alkalmazkodni, és próbáld meg jól érezni magad, és akkor minden jó lesz. Tudatosság. Tudatosság. A jövő szkíje a Hát ez most nem akarom át szakmáját elvenni, de én olvastam olyan jövőkutatókat, akik azt mondták, hogy a jövő szkéje az önismeret. Az egyik legfontosabb kis az önismeret. Tehát tud, hogy te hogy működsz, tud, hogy mik a hozott mintáid, tud, hogy mit akarsz csinálni, tud, hogy mit akarsz átadni, akkor leszel komplex. Tehát olyan bizonytalan létbe vagyunk, hogy a saját belső gyökereidet kell megtalálni. Ha bizonytalan világban bizonytalan vagy, akkor össze-vissza csapódsz. Bizonytalan világban a saját biztonságodat kell megtalálni, ez az önismeret. Tudatosság, odafigyelés. Tökéletes fékszó árpéd. Pont, szó, árpél, pont tegnap beszéltem erről angoló szemekkel, de éreztem némi rezonanciát a teremben, meg éreztem a... Oké, okay. egy újabb hamcsi uh, pszichológus, akarja adni a hosszú című nekem, de nincs hosszú című könyvem, úgyhogy izé. Hát nem, én csak szomorú vagyok, tehát hogy kell hívnunk Krisztián Télőzni, meg még egyedes ilyesmi, mert hogy nem tartunk sehol. Jó, ebben a beszélgetésben. miért ne legyél szomorú, most is itt vagyunk. Én ezt nagyon szívesen Há, mili, folytatom. Van egy limit, de igen. És a, köszönöm, a, annyit az, a, köszönöm, hogy, hogy eljöttél. Annyit el. azért engedjünk meg, hogy most jelenik meg új könyved, ugye? Vagy jelent? Tegnap. Képzeljétek, Tegnap. el. Kaptam két darabot, úgyhogy ebből egyet tudtam csak hozni az albumnak, mert most megyek a buksóba. Oké, okay. <laughs> de mire, mire ez az adásként lesz egy vagy két hét múlva, tehát május végén feltehetően. Akkor ha meg is hogy két hete jelent meg? Igen, jövő csütörtökön lesz, az Az most mi van? Most van 17-e, akkor az 18, meg 7-25-én lesz az adás, tehát már mondhatjuk, mire a kedves van, nézők, hallgatók, igen. hogy van. Azért mondd el a címét. A generációk harca a figyelemért, tehát kifejezetten a figyelemről szól. Ajánljuk mindenkinek szeretettel, és mi is el fogjuk olvasni. Steggyel volt Krisztián, nagyon szépen köszönjük, és tényleg folytatjuk innen. Nagyon jó volt, örülök, hogy itt lettem. Sziasztok! Ez volt a jövő zenéje.